Én nem voltam. Gabi nagyon Nagy Britannia kitüntette Volodymyr Zelenszky elnökira a Winston Churchill rendben. Személyesen nem tudta átvenni. Jól vagy, komád? Én a rossz életem, ugye. Péter? Látom. Igen. Én azt lehet azt mondani. Én megcsodáltam. Feri? Gábor. Először is tapsoljuk és köszönjük meg nagykövetasszonynak, hogy számos teendője mellett időt szakított arra, hogy átvegye a mi szerény kis díjunkat, és szeretném őt és Ukrajnát biztosítani arról, hogy a mi társaságunk egy emberként Ukrajna mögött áll ebben a konfliktusban, és azt is tudjuk, hogy pártunk és kormányunk aljas, tolvaj az emberekből áll. Ez természetesen a nagykövet asszony nem mondhatja ki így, mert ez nem felelne meg a diplomáciai szokásoknak, de mi pártfüggetlen, szabad szervezet vagyunk, és elmondjuk a véleményünket, ahogy ez nekünk jól esik. No, akkor megkérném Donát Ferenc barátunkat, aki valahogy a főnököm is, bár én egy nagyon rakoncátlan alelnök vagyok, azt tudom, hogy üdvözölje a társaságunk nevében a megjelenteket. Hát mindenkitől lelek, és őszintén köszönöm. Ő excellenciájának, nagykövetasszonynak az itt létét, és hogy meglátogatott minket, és hogy egyáltalán fogadja a köszönetünket. És akkor megkérnélek benneteket, hogy az ukrán himnuszt felállva hallgassuk meg.
Tarasz Sevcsenko versével szeretném köszönteni a nagykövet asszonyt. Tarasz Sevcsenko az ukránok nemzeti költője, olyan, mint nálunk Petőfi. Tarasz Sevcsenko végrendelet, Vörös Sándor fordítása. Ha meghalok, tágas mezőn vessétek az ágyam, egy kurgánnak magasában, édes Ukrajnámban, hol a füves messzeséget véges végig látom, és hallgatom, hogy a Dnyeper mind zúg a lapájon. Ha majd hallom, hogy özönöl az ellenség vére, ha majd ömlik Ukrajnából a tenger kékjébe, akkor fel az égig szállok, s a küszöbig ott fent hálát adni. Ha nem addig, nem ismerek Istent. Keljetek fel, zúzzátok szét valamennyi láncot, zsarnokvérrel öntözzétek a szent szabadságot. És akkor majd a nagy családban csendes szóval hordozzátok szabad új családban nevem a hazában. Akkor meg szeretném kérni Balázs Pétert, talán EU biztosként mondanám meg utána címzét, tehát külügyminiszterünk is volt. Tisztelt nagykövet asszony, tisztelt hölgyeim és uraim, nagyon nagy megtiszteltetés, ráadásul nem is először kaptam ezt a felkérést, hanem másodszor. Volt már egy díjátadás, amikor szintén abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy méltathattam Ljubov Nepo nagykövet asszony magyarországi tevékenységét. Régóta ismerjük egymást. Legalábbis a mostani külszolgálat alatt végig kapcsolatban voltunk, nagyon sokszor találkoztunk. Ő mint nagykövet, mind végig. Én először, mint a CEU professzora, és aztán különböző minőségekben sokat beszéltünk, és a beszélgetéseink végig kísérték azokat a fejleményeket, amelyek végül is a mai világ legnagyobb konfliktusához vezettek Ukrajnába. Az a díj, amit korábban tisztán volt méltatni, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége kül- és biztonságpolitikai szakosztálya által adott Európánkért díj volt, május elején történt, és azért volt ez egy különleges esemény, mert az újságíró szövetség díját rendszerint újságírók szokták kapni. Mindenképpen olyan média körül dolgozó emberek, akik, és most idézek a díj leírásából, megismertetik és megértetik a közvéleménnyel az európai eszméket, folyamatokat, értékeket, és így tovább. És akkor egy nagykövet méltatása következik. Mit tett ő azért, hogy azt a díjat kiérdemelje? Ott én ezt bőven kifejtettem, nem fogom megismételni. Az európai értékeknek azt a sajátos metszetét, hogy miként sérülnek ezek az értékek egy fegyveres agresszió nyomán, és miként esik Ukrajna ennek a fegyveres agressziónak az áldozatául. Amit ezután mondani fogok, abban lesznek ismétlések, mert a díjazott személye nem változott, és az én róla alkotott véleményem sem változott, tehát szükségképpen néhány dolgot meg fogok ismételni, és mindez történik 5 hónappal Ukrajna megtámadása után, és az ember belegondol, ugye a televízió kicsit devalválja is az eseményeket, mert minden nap a karosszékből látjuk, és talán nem mindig érzi át az ember, hogy mi történik egy szomszédos országban, mert azok az ukrán emberek, akiket ott látunk, akik elmenekültek, akik áldozatul esnek, akik meghalnak, február 24-éig ugyanúgy élték a mindennapjaikat, mint mi most itt.
és egyszer csak elkezdenek hullani a rakéták az égből, bizonytalanná válik az éjszaka, nem tudják, hogy lesz-e légiriadó, és akkor az ember látja és hallja ezeket az embereket, akkor egy asszony elmondja, hogy mindenemek volt, munkája, családja, autója, jó élete, és az egész most semmivé lett. A legutóbbi Magyar Narancsban van egy szemelvény háborús élményekből, nagyon rövidek és nagyon szívlemarkolóak. És ebben az országban, ebben a szomszéd országban él egy magyar kisebbség is. És ezt a problémát is a helyén kell kezelnünk, mert ők Ukrajna állampolgárai. És a fiatal férfiak ukrán egyenruhában harcolnak az orosz agresszorral szemben. Ebből a szögből lehet és kell értelmezni az ő sorsukat. És akkor fölmerül a kérdés, mit tesz ilyenkor egy diplomata? Diplomatának lenni olykor nagyon könnyű távoli országban, ahol alig akad dolga, ritkán látogatnak egymáshoz, és nagyon nehéz, ahol konfliktus helyzet van, és még nehezebb, a legnehezebb műfaj, az én felfogásom szerint a szomszédország. Nincs még egy, amely ehhez hasonlítható, ahol az utak, az energiarendszerek, a családi kapcsolatok, a kulturális kötelékek, minden folytatódik. A határok lényegében mindig mesterséges vonalak, olykor egybeesnek valamilyen természetföldrajzi folyóval vagy hegyel. Még miniszterként néha mondtam újságíróknak, amikor faggattak, hogy Magyarországnak Uruguayjal és Paraguayjal rendkívül könnyű, kitűnő viszonyt ápolni. Ukrajnával, Szlovákiával, Romániával és a többi szomszéddal nem könnyű. Minden nap elő kell venni ezeket a dossziékat, és minden nap meg kell nézni, hogy mi történik. És nagykövet asszony ebben az éleződő és háborúvá fajuló konfliktus helyzetben példásan teljesítette a küldetését. És azt hiszem, hogy ez az, amivel minnyáján tiszteletét kivívta, és egy újabb díjat kiérdemelt, mert személyes hangon, meggyőző erővel közvetítette felénk a háború mindennapjait, valóságát. Persze a TV tudósítások is megrázóak, ha valakiben van annyi empátia, hogy átérzi. De az ő személyes vallomásai, és tanulja voltam annak, hogy kicsorduló könnyei hitelesítették azt, amit elmondott. Nem csak továbbította az információt, megértette a helyzetet a magyar közönségnek. És azért volt képes megértetni, mert jól ismer minket. Nagyon jól ismer az összes hibánkkal és rossz tulajdonságunkkal együtt, és ugyanakkor az ország és a nemzet jó hagyományaival együtt. Kitűnően beszél magyarul. Elég ritka a diplomata körben, vannak akik tanulnak, vannak akik elég jól értenek, de aki élő TV szereplést vállal, nem tudok még olyan nagykövetet, hogy nem magyar anyanyelvű, tanulta a magyart és beül a TV stúdióba. Ez a legnehezebb műfaj, ugye még ha az ember magyar anyanyelvű, akkor is össze kell szednie magát, hogy megfeleljen a kérdéseknek és a kívánalmaknak. Nos, igazat mond, hitelesen közvetíti az eseményeket, és van egy érzelmi és erkölcsi szűrője, és talán ettől válik igazán meggyőzővé, amit ő mond. A magyar-ukrán viszony nagyon kényes koordináta rendszer, és nem könnyű benne eligazodni, és ő konfliktusos háttérrel is mindig azzal kezdte a mondani valóját, hogy megköszönte a Magyarország, egy magyarok által nyújtott segítséget. Tehát mindig volt figyelme arra, és utána mondta el a véleményét, durva politikai szituációkban is képes volt megbocsátóan fogalmazni, amikor az újjáválasztott magyar miniszterelnök a diplomácia és a politikai jóízlés normáin átlépve a hősiesen kitartó és védekező ukrán elnököt ellenfelének nevezte, a nagykövet asszony
át tudott lépni ezen, és azt mondta, hogy őszintén beszéltek egymással. Megbocsájtott. Keményen is képes azonban fogalmazni, még ilyenkor is kerüli a személyeskedést, de beleégett az emlékezetünkbe, amikor a kormány azt mondta nekünk, hogy az orosz gáz a rezsicsökkentés kulcsa, akkor ő föltette a kérdést, hogy vajon a rezsicsökkentés fontosabb az ember életeknél. És mindazoknak üzent, akik ostoba módon elhitték vagy elhiszik, hogy egy ilyen méretű konfliktusból ki lehet maradni. A mondat így hangzott, stratégiai nyugalmatok majd a sírban lesz. A magyar körülményekbe zárt hallgatósággal, hamis hírekkel, célzatos propagandával szemben úgy tudott navigálni, úgy tudott kommunikálni, hogy a nagyon törékeny magyar-ukrán viszonyban ne a konfliktus keresése vagy a feszültség fokozása legyen az eredmény, hanem ellenkezőleg a megértés és ha lehet a megoldás felé terelje a feleket. Ez a jó és felelős diplomata igazi teljesítménye. Ezzel érdemelte ki tiszteletünket és nagyra becsülésünket, amit a mai napon átadandó díj is kifejez. Tudom, hogy a magyar kormány görbeúton jár. De a magyar emberek egy jelentős része tudja, érzi, hogy Ukrajna adja az emberség és a bátorság mintáját. Hogy miértünk is harcolnak Ukrajnában, miértünk is szenvednek a civilek Ukrajnában. Nagykövetasszony ő excellenciájának megtisztelésére és az ukrán nép megtisztelésére szeretnénk átadni a díjat. Nagyon szépen köszönöm ezt a díjat. Köszönöm szépen. Számomra ez a díj, ez a találkozó, ez nagy megtiszteltetés. Látom, hogy vannak a virágok. Egy nő mindig nő morod. Nem a Dimi társadalmat szólok, hanem mint Libik György öccse. Mint Libik György öccse, fiatalabb öccse. 13 évvel voltam fiatalabb a Gyurká bátyámnál. Egészen más életpályánk, egészen más pályafutásunk volt. De ül itt a közönségben egy egészen nagyszerű kollégám, akit úgy hívnak, hogy Radó Gyula. Hol vagy, Gyula? Csak nem szöktél meg. Hol vagy? Ő egy nagyszerű filmet csinált, nem is egyet, kettőt, amit áttettünk egy pendrive-ra, amiben benne van az, hogy ki is volt ez a Libik György, akiről el volt nevezve ez a díj. Ezt át szeretném adni, ezt a pendrive-ot, hogy a nem létező szabad idejében a nagykövet asszony nézze meg, és nagyon remélem, hogy nem allergiás a rózsákra, akkor szeretném ezt a csokrot én személyesen, de a Libik György a Nagy Imre Társaság nevében is, és a családom nevében is átadni. Köszönöm szépen! Örülök, hogy ismerlek, hogy is nagyon örülök, hogy elég. Hát most én szerintem a következő lépés az, hogyha bárki... Ja, még valamit? Megmondanám egy pár szót, csak megköszönni. Persze.
mert gondolom, hogy én most legjobb helyzetben vagyok, hogy csak szép szavakat hallom, díjakat meg virágokat kapom, de szerintem ez nem lenne helyes, hogyha nem mondanám meg, hogy mennyire őszintén hálás vagyok szavakért, díjért, de azért, hogy önök léteznek. Ez a legfontosabb, hogy önök vannak. Tudjam, hogy egy nagykövetnek mindig egy összekötőként kell működni két ország között. Bármilyen helyzetben az a legfontosabb, hogy érts meg, hogy a feladatot, problémákat, amennyire lehet megoldani, barátságot, mennyire lehet jobban ápolni, és ehhez nagyon fontos természetesen, hogy te mindig a saját országot képviseled, és ennek az érdekei mellett állsz, de ez lehetetlen megvalósítani, hogyha nem szereted azt az országot, amelyikben dolgozol, hogyha nem szereted ezt a népet, amelyikkel dolgozol. Én szerencsés voltam, mert sikerült a magyar nyelvet elsajátítani még egyetemen, és ez nagyon segített, mert szerintem a magyar nyelv a magyar lelkéhez vezet, és ez egy csodálatos lélek, amelyiket én büszke vagyok, és nagyon szerencsésnek tartom magamon, hogy sikerült úgy egy kicsit megismerni, és szeretnék megköszönni, hogy önök megnyitottak nekem ezt a magyar lelkét. És azóta, amit a magyar nyelvet megtanultam, hogy Magyarországgal foglalkozom, nekem mindig az volt, hogy megértettem, és mindenkinek próbálok azt is megmondani, hogy magyarok meg ukránok nagyon hasonlítanak egymáshoz. Sajnos nem tudjuk mindig azt megérteni, mert a nyelvek nagyon különbözőek. De hogyha a nyelvüket, egymás nyelvét meg tudjuk érteni, akkor ráébredünk, hogy lényegében ugyanazok a dolgok aggasztanak, ugyanazok a fájdalmaink vannak, ugyanazokon a dolgokon nevetünk, és ugyanazokon a dolgokon sírunk. 1956-ban szerintem magyarok ugyanazért harcoltak szabadságért, becsületért, azért, hogy joga legyen saját országban maguknak eldönteni, hogy önök hogyan akarnak élni. Ugyanazért most ukránok harcolnak. És én a széleskörű támadás első napjától, február 24-től olyan összefogás, olyan emberi támogatást látom magyar emberektől, amelyeket szerintem olyan sok erőt ott nem csak nekem, de az egész ukrán népnek, amiért én nagyon őszintén szeretnék megköszönni. És gondolom, hogy ezért önök tudjuk megérteni, hogy mi most mind keresztül megyünk. Azt is tudják megérteni, hogy 1956-ban magyarokat nem támogattak a partnerek. Lehet, hogyha akkor lett volna a nemzetközi összefogás Magyarország mellett, magyar forradalom mellett, lehet, hogy az egész történet másképpen ment volna. És lehet, hogy szebb világban most éltünk volna. Én nagyon örülök, hogy most Ukrajnának van ez a támogatása. És ezért még egyszer köszönöm a magyar embereket is, akik kiállnak mellettünk, mert ez tényleg létfontossága, az élet és halálról van szó. Amikor tanultam magyar nyelvet, egy szép magyar dal volt, amelyeket nagyon tetszett, várj, még fel kell majd a nap. Valahogy, nem tudom miért, de nagyon gyakran az utolsó hónapokban jön eszembe. Én biztos vagyok, hogy fel kell majd a nap. Én biztos vagyok, hogy ez a győzelem napja lesz, és én biztos vagyok, hogy ukránok meg magyarok ezt a napkeltét együtt fognak látni, és együtt fognak megünnepelni. Önök nélkül mi nem fogunk tudni győzni. Nekünk nagyon fontos az önök támogatása és az önök szolidaritása. Köszönöm, hogy önök léteznek. Köszönöm, hogy támogatnak. Köszönöm, hogy velünk tartanak. Mi azt sohasem fogunk elfelejteni, és bizonyos szempontból gondolom, hogy most van egy olyan történelmi pillanat, amikor az, amit akkor nem sikerült magyaroknak 1956-ban, azt most együtt megcsináljuk,
és küldjünk ezeket a tankokat haza. Köszönöm szépen, és azt szeretnék mondani, hogy én nem sokára befejezem az itteni munkámat, de a Magyarországhoz való szeretet az ottól nem fog megszűnni. És szeretném, hogy önök tudjanak, hogy attól függetlenül, hogy hol fogom szolgálni, majd önöknek van egy nagyon jó barátja, aki mindig magyarok, Magyarország barátja lesz. Köszönöm szépen! Tiszteltem, Főtasszony! Én 56-os vagyok. 24 éves voltam, 56-ban átéltem a forradalmat. El kellett hagynom Magyarországot, ha meg akartam úszni a megtorlást, és utána 30 évet, 40 évet nyugaton különböző országokban töltöttem. Ukrajnát is megjártam, később már az Egyesült Nemzetek megbízásából, ez még nem is tudom melyik elnök volt akkor éppen. A magam nevében, az 56-osok nevében, a Nagy Imre Társaság Budapesti Szervezete nevében, a bátyám nevében szeretnék önnek egy műtárgyat átadni ajándékba, ami szerintem jól jelképezi Ukrajna mai harcát. Ez a műtárgy, ez egy női kezet, akár az önét ábrázolja, amit folytogat egy mérges hígyó, akit ebben a pillanatban az ex-KGB ezredes Putyinnak hívnak, aki tényleg csak egy mérges kígyóhoz tudok hasonlítani. Nagyon reméljük, hogy ezt a rémes jelenséget Oroszország le fogja tudni gyűrni, mert ezt Oroszországnak magának kell majd végül is megoldani. És szeretném, hogyha úgy látná ezt a műtárgyat, hogy ez az én szememben a harcos Ukrajnát kiállképezi, és mi nem fogjuk hagyni, hogy ez a mérges kígyó megfújtsa ezt a nagyszerű országot. Köszönöm szépen! Sajnálom, hogy elmegy tőlünk, mert nagyon megszerettük önt. Szívem egy része itt fog maradni örökké. Köszönöm. Jó, hát most van valakinek. És akkor felkérném még Zsolnai Júliát, hogy egy magyar verset. A hétvégén történt, ami történt. Azt gondolom, az itt jelenlevőknek nagyon hasonló, vagy nagyon azonos a véleménye ezekről az eseményekről, erről a föltelmes beszédről. Nekem is van véleményem, én a saját szavaimmal nem tudom elmondani, ezért József Attilát hívom segítségül. József Attila a Dunánál. A rakodópart alsó kövén ültem, néztem, hogy úszik el a dinnyehén. Alig hallottam sorzsomba merülten, hogy fecseg a felszín, hallgat a mély. S mintha szívemből folyt volna tova, zavaros, bölcs, és nagy volt a dolog. Mint az izmok, ha dolgozik az ember, reszel, kalapál, vályogott, vagy ás, úgy pattant, úgy feszült, úgy ernyedett el minden hullám, és minden mozdulás. És mint édesanyám ringatott, mesélt, s mosta a város minden szennyesét. És elkezdett az eső cseperészni, de mintha mindegy volna, el is állt. Mégis, mint aki barlangból nézi a hosszú esőt, néztem a határt. Egykedvű, örök eső módra hult szintelenül. Mi tarka volt, a múlt. A Duna csak folyt, és mint a termékeny, másra gondoló anyának ölén a kisgyermek, úgy játszadoztak szépen, s nevetgéltek a habok felén. Az idők árján úgy remegtek ők, mint sírköves, dülöngő temetők. Én úgy vagyok, hogy már 100 000 éve nézem, amit meglátok hirtelen. Egy pillanat,
s kész az idő egésze, mit százezer ős szemlélget velem. Látom, mit ők nem láttak, mert kapáltak, öltek, öleltek, tették, amit kell, s én látom azt, az anyagba leszálltak, mit ők nem láttak, ha vallani kell. Tudunk egymásról, mint öröm és bánat, enyém a múlt, övék a jelen. Verset írunk, ők fogják ceruzámat, én érzem őket, és emlékezem. Anyám kun volt, az apám félig székely, félig román, vagy talán egészen az. Anyám szájából édes volt az étel, apám szájából szép volt az igaz. Mikor mozdulok, ők ölelik egymást. Elszomorodom néha emiatt, ez az elmúlás, ebből vagyok. Meglásd, ha majd nem leszünk, megszólítanak. Megszólítanak, mert ők, én vagyok már. Gyenge létemre így vagyok erős ki, emlékszem, hogy több vagyok a soknál, mert az ős sejtig vagyok minden ős, az ős vagyok. Ki sokat rozni foszlik, s apám s anyámmá válok boldogon, apám, anyám maga is ketté oszlik, s én lelkes egyé így szaporodom. A világ vagyok, minden, ami volt, van, a sok nemzetség, mely egymásra tör, a honfoglalók győznek velem holtan, s a meghódoltak kínja meggyötör. Árpád és Zalán, Verbőci és Dózsa, török, tatár, tót, román kavarog egy szívben, mely a múltnak már adós a szelíd jövővel. Mai magyarok, én dolgozni akarok. Elegendő harc, hogy a múltad be kell vallani. A Dunának, mely múlt, jelen s jövendő, egymást ölelik láty hullámai. A harcot, melyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés, s rendezni végre közös dolgainkat. Ez a mi munkánk, és nem is kevés. Nagyon köszönöm ukrán vendégeinknek a jelenlétet. Szeretném azért bemutatni a nagykövet asszonynak, aki itt van, Mécs Imre, 56-os halálra ítélt. És hűséges felesége Magyar Rezsinát is. Szeretném bemutatni most nem követek protokollt. Azt a szőke hölgyet szeretném bemutatni, de nem jut eszembe vele. Három mentőautót juttatott a Lufoldába. Követjük a protokollt. Szent Iványi miniszter urat, vagy államtitkár urat. Jól is elég Iványi. Gratulálok. Igen. Nem, ha... Még Lendva Ildikót kérném, hogyha megtenné, hogy... Közéletünk, amikor jobb sorsú volt Magyarország, akkor részben az ő vállán is. Hát,
Köszönöm szépen. Tunának nyeper meg egy álmát. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm.